Csak egy kisfiú csopogatott, tehát most így... Sziasztok! Megjöttünk a kóstolóval! Sziasztok! Hát észrevettek, hogy egy kicsit, kicsit fura a kép, gyerekek, ne aggódjatok, a probléma nem a telefonotokkal van. Nem a telefonotokkal van a probléma. Ahogy rájöttetek már a címmel is, kaptunk egy ajándékot az Autosnál barátainktól, Shirley-től és Cameron-tól. Hi guys, love you so much! Thank you so much! Igazából hatalmas fanyaink a kóstolónak, nagyon szépen köszönjük, srácok, hogy nézitek. Még annak ellenére is nézik, hogy kurva szót nem érnek belőle. És csak azért vagyunk így fordítva, amíg kinyitjuk az Autosnál csomagot, addig az Ausztrál csomagnak hozzá kell szoknia az angol gravitációhoz, mert ugye nem tudom, hogy mennyien tudjátok, Ausztrália ugye a föld másik felén van. És igaz, hogy a doboz már hozzászokott a repülőút alatt egy kicsit a föld másik felén lévő gravitációhoz, de nagyon félünk, hogy amikor kinyitjuk, akkor minden ki fog szállni belőle a levegőbe, úgyhogy muszáj kicsit hozzászoktatni az itteni angol gravitációnkhoz. És már itt van kb. A csomag, gyerekek, nem hisztek el, mennyire? Három napja, és még nem jutunk hozzá, és mert most volt rögtön fölvenni. Azt a kurva! Nem tudom, mennyire látszódik, de ez be van tekerve. Tudjátok, mint a repülőtéren be lehet tekerni a csomagotokat a folpadba. Ez úgy be van, srác, a csomagokba. Tartsd erős! Üt rajta másikjukat! Yeah, baby! Yeah! Oh my god! Yeah! Oh, te jó ég! Vigyázz! Ausztrália! Nopala, most már a gravitáció helyre áll, gyerekek! Kaptunk használati utasítást, baszki! Oh my god! Azt mondja a csomag! Jézusom! Nem hiszem! Rosszat választottál, Eszti! Rosszat választottál! Azt a kurva mindig! Várjátok, átkevetted a kamerát, hogy látszod a Roli feje egy pillanat! Oké, van használati utasításunk, srácok! Ez nem hiszem el! Szóval, azt mondja a leírás, hogy az első instrukció, válasz ki a fegyveredet. Oké, ki kell választanunk a fejfödőnket, és a videó végéig viselni kell. Oké. Okay. Oh, a francba! Második instrukció. Nincs itthon kenyerünk. De van kekszünk. Kell vaj is. Oké, nincsen kenyerünk, mert nem eszünk kenyeret, de van rice cake-ünk. Remélem az jó lesz. Remélem az is jó lesz. Vajunk van. Szóval a második instrukció az, hogy vegyünk két szelet kenyeret, és vajat. Ne kérdezz, csak do it. Csak csináld. Csap-csap, azt mondja, csap-csap, Roli, csap-csap. Csap-csap. Kés van itt. Nem eszünk kenyeret, úgyhogy bocsi, de kenyerünk az nincs. Van ilyen rizskekszünk, úgyhogy... Van rizskekszünk, remélem az is jó lesz, azt szoktuk használni kenyérnek. Ezt így kitúr a helyemre. Bocsánat! Ezt nagyon izgatott. És van... annyira cukik vagytok. You're so cute guys, thank you so much. This was so much time on this box. It's so amazing, you're so cool! Okay, let's open it! Shit. Nope. How to open it? Yes. Oh my god! Holy shit balls! Jézus! Úr Isten! Azt a mindenit! Oh, de jó ég! OMFG! Vegemite! Okay. Instrukció.
ebbe a dobozba, egy tűt nem lehetne már beledugni, semmi. Úristen, ez te jó ég. Te jó ég. Mennyi időt tölthettél el vele, Shirley? Az hihetetlen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szóval, oké, ezt ti olvas. Oké, szóval, amivel kezdünk, az a karácsonyi bombon. Ez ilyen angol száz tradíció igazából. A lényeg az, hogy mindenkinek van egy-egy. A karácsonyi asztalra szoktak kirakni mindenkinek egyet-egyet, meg kell fogni két végét, és meghúzod. És van benne egy petárda. Igen, és van benne egy petárda, bocsi. Szólni kellett volna előre. Oké, és van benne korona, meg még valami, van benne egy vicc. Na, nem bírom kinyitni. Oké. Why did the alien turn the restaurant waiter upside down? Oh, te jó ég. Someone told him that you have to trip the waiter. Oh my god. Oké, lefogom én is rácok ide nektek a viccet. Ezt, hogyha lefordítom magyarra, annyira nem vicces. De hogyha beszéltek egy kicsit angol, akkor azért érteni fogjátok. Hát a koronát azt most nem fogom tudni felrakni, mert marad a zászló. Oké, jöhetett ilyen. Mindig én húzom a rövidebbet. Picsába. Ó, emlékszem, régen volt egy ilyen kis fegyver, amivel ilyet lőni lehet, ez a patogatós kis puska. Aha, az olyan. Nekem volt olyan, pont ilyen szaga van. Sárga van. Ez nem jelentek. Hol van a vicc? Hol a vicc? Nincs benne. Neked nincs vicced? De van. Hazudós! Oké, Roli olvasni próbál. Igen, ez fúristen. Majd ezt elolvassak. Rolinek nem megy. Jaj, Istenem! What do you get if you eat Christmas decorations? Tinselitis. Ezek ilyen fárasztó dead joke-ok. Lefordíthatom magyarra, srácok, hogyha érdekel benneteket, de magyarul annyira nem vicces. Tehát, hogyha beszéltek angolul, akkor érteni fogjátok. Leírom majd ide a viccet. Oké, szóval van egy kis leírásunk néhány trickhez. Oké, az első, ami ezt tudjuk már, hogy miért kell a kenyér. A tündérkenyeret fogunk enni. Oké. Okay. Grab a slice of bread, spread with butter and sparkle all over with 1001 sprinkle. Very traditional kids snack. They love it, but kids are weird too. Ennyi. Igen. Oké. Okay. Szóval én bajozok. Roli meg kinyitja az édeséget. Nyitja meg a csomagot. Ez ilyen igazából ez ilyen csokis sweet topping, ami ilyen mi az már? Torták tetejére teszik, ahogy a csomag írja. De az ausztrálok furák is semmit nem úgy használnak, ahogy a csomag írja. Nem, ez gyerekeknek van. Oké, úgyhogy mi ilyen nem fogjuk enni. Bocsi, srácok. Jaj! Van Vegemite-unk, srácok, van Vegemite-unk. Esélyszem, van Vegemite-unk. Tök jó. Mondjuk rohadt hideg a vaj, hogy érdekes lesz megkenni. Uh-huh. Ah, nem. Nagyon jól megy. Yay! El nem tudjátok képzelni, hogy mennyire vártuk ezt a doboz, srácok. Hihetetlen módon vártuk. Minden nap csekkoltam a honlapot, ugye, ami mutatta, hogy merre jár a csomag. Szerintem egy elég lesz, mert másokat majd meghagyjuk a Vegemite-hoz. Ja, nem, követni kell az instrukciókat. És kettő kenyér van az instrukcióban. Kettő kenyér van az instrukcióban. Bakker, azért menjen rá is. Az asztalon több van, mint a crackerön. Ups! Mi egyébként még nem reggeliztünk. Ugye most péntek délelőtt 9 óra van? 10? Nem tudom pontosan. 11. 10. A 9-ra keltünk valahogy. Szóval mi még nem reggeliztünk, úgyhogy ez a csomag, ami reggelink. Köszönjük! Yay! Wow! Oké, okay, jó lesz, Jani! Hello! Nem szóltam lehet. Ne! Oké. Okay. Oh, lol. Igen. Lol, tök jól néz ki egyébként.
Ja, hát az a tündérkenyér. Most már tudom, milyen a tündérkenyér. Yeah. Köszönjük, Frodo. Kenyérem valószínűleg finom lehet. Nem tudom, nem ettem még édes is kekszet, de tök jó. Azok a nagyon pici kis cukorgombócok. Nem. Ez cukor, nem csoki. Cukor? Mhm, cukor. Tök jó. Meg tudom érteni, miért szeretik a gyerekek. Én édes szájú vagyok, mert nem teljesen jó. Nem azért, mert édes, hanem tök jól néz ki. Na most így... Tök jól néz ki! Valakinek, azok közül, aki néz minket, valóta a gyereke, csinálja neki ilyet, szerintem imádni fogja. Most mondjátok majd neki, hogy az ausztrál csemege. Úgyse hiszik el. Úgyse hiszik el. Oké, Frodo. Igen, aki nem szokta nézni a kóstolót, annak elmondom, hogy Roli mindenből eszik egy jó nagy kalányit. Bármit kóstolunk meg. Úgyhogy várható volt, hogy ebből is fog. Na, majd a Vegemite-ot megnézem, amikor nagy kalányon eszed! Mi legyen a következő? Tehát nem menjünk sorba, vagy... Ó, van benne ajándék. Kaptunk egy szállat! Coming soon! LOL! Ez az a cég, ahol Shirley dolgozik, meg most még Cameron is. Tiéd a sál. Ennyi a sál? Nem. Aha. Van bögre! A maga az enyém le. LOL! Az mi? Szerintem ezért van bögre. Ez ilyen Nestlé Milo. LOL! Nagyon fasza. Szólja, hogy bujjáróli. Én közben olvastam. LOL! Kurva jó! Amikor még gyerek voltam, akkor volt ilyen bögrém. Ez mi? Ez ilyen protein? Ez ilyen csokis protein ital szerintem. Na! Ami így két eszek belőle, azt hiszem. Majd én megfejtem. Bonyolult a tején, de megfejtük? Aha, protein ital. Jó, melegen is, meg hidegen is. Azt tudom, hogy van egy valami, amihez szükségünk lesz majd meleg italra, úgyhogy ezzel fogunk majd szerintem kipróbálni. Igen, szerintem az a meleg, ahhoz kell a meleg cucc, biztos vagyok benne. Nem ehhez kell a meleg cucc, van egy olyan, majd hogy eljutunk addig akkor. Tehát ebből ez lesz a meleg cucc, amit majd használunk hozzá. Az egy kekszféle. Ja, jó kis. Hirdan nem érhetem, mi a következő a listám? Menjünk a listára, azt utána a maradékot. Most akkor túrjuk föl. Persze. Szerintem én már látom. Aha, megvan. Ezek ilyen... Ez szuper rózsaszín. Szuper rózsaszín cucc. Azt mondja Shirley, hogy ő nem szereti. Oh my god. Minden, amikor megpuszilod a nagyit és nagyon rossz parfüm van rajta. Igen, igen, ennek olyan nagymama parfüm íze van. Hát köszönjük a tökéletes körülményt. Ez elég érdekesen hangzik. Oló. Szóval ennek nagymama parfüm íze van. Oké. Okay. Én kíváncsi vagyok. Egyébként nem tudom, milyen ízűnek kéne lennie. Mi van, lehet az utazom? Muti. Az van egyébként ráírva, hogy poénos, tehát fun, és a fragrant, hogy van magyarul, hogy fordítod, hogy ilyen nagyon erős illata van. Hát tényleg erős illata van. Hát nézzük meg, mi ez. De milyen ízűnek kéne lennie egyébként? Hát kiderül, ugye? Ennek rózsaszín illata van. Szappan illata van, bazd! Fazd meg! Ez szappan! Fuck! Nem! A WC illatosító, a levendulás WC illatosító. Nem, ennek tőled majd mama íze van, bazd meg. Atta kurva! Nagyon fiam volt, köszi! Jó, a kukuszgolyó! De kurva! Bocsánat ez! Oh my god! Hú, ez de erős volt!
azt a mindenit. Valaki ledorálta a nagymamát és berarakta ezekbe a csíkokba. Azt a büdös mindenit. Oh. Oké, okay, Shirley. Ennek tényleg nagymama íze van. Hú, kezi! Azt a kurva! Mi ez? Mosóportból hát ilyet kapni? Ez lehet, hogy izé, ez biztos, hogy enni kell, ez nem mosogatásra, vagy... Nem ezzel kell mosni a ruhákat, így minden adaghoz egy... Mosásra kell használni? Ez nagyon durva! Try it, love it. No. Tried it, don't love it. No, I hate it. No good. Oké, okay. Következő elméletileg so good. Oké, okay, jön a... Ez. Ó, tényleg, ez ide van. Ezek ilyen italporok, tehát több ízű van szerintem. Ez csak egy ízű szerintem. Hát ez original. Original survey. Akkor gondolom, hogy ugyanízű van. Csak más képek csak vannak rajta. Más képek vannak rajta. Elméletileg ebből italt kellene csinálni, de az utasítás, hogy úgy csináljuk, mint a gyerekek, egyétek kanállal. Hoppá, úgyhogy mi azzal fogjuk enni. Ugye otthon is lehet venni ilyen italporokat, amit ugye gyerekkoromban mindig kanála lettem. Ezt is kanállal fogom enni. Igen, nem ismerek egyetlen olyan gyereket se, aki a gyerek az italport, azt megitta volna italként gyerekkorában. Én ebben biztos vagyok. Ebben tuti biztos vagyok, hogy ilyen nem volt soha. Ó, van már a kanál! Hold on! Van már a kanál! Szeretem, amikor hozzáadják a tartozékokat. Van már a kanál! Bele van ragadva a cucc. Narancs íze van. Bele van ragadva a cucc. Gyere ki! Ó, ez a sarmonykás italpor, ez fincsi. Na most lelileg ez óriás, ez lemegy a tüdőbe, akkor baj lesz belőle. Ó, ez nagyon jó! Ennek pont olyan íze van, mint az otthoni limonádépornak, a narancsos limonádépornak. Nagy mennyiségben savanyú. Amúgy ilyen por, az egész. Illetve ilyen porformája van neki, ilyen sütőporszerű por az egész. Nem az asztalra, nem tudom, ott volt alatt a tányér lópara. Nyam. Tudjátok, ez az a por, ami elsőre ilyen fura, azt utána meg kőmég. Ennek kőmég íze van. Ennek nagyon kőmég íze van. Hú. Na, keressük meg a... Ó, megmutat! Minden el fog fogyni, tehát ne aggódjatok, nem, a nagymama nem. A nagymama, nagyi az a nem. A nagyi nem fog elfogyni, minden más el fog fogyni, csak ugye megyünk sorba. Mint? Ez mi? Menta. Menta. Mentás cukor. Van neki valami? Van. Gyere, refreshing, mint. Ennyi. Hozzá szeretném, ez ilyen, ez a... Ez ilyen, olyan, mint a frutella. Vagy ma van, vagy. Olyan, vála van. Mondjuk meg. Ó, várjál, közepes kemény. Ah, nem már számítottam. A közepes kemény. Tényleg van gyümölcsös utóíze, vagy csak a... Szolbéportól érzem a gyümölcsöt. Csak a borra érzem a gyümölcsöt, szerintem nincsen. Ilyen, ez a... Ez a mentás cukor. Legalább jó azt a leheletem. Ami nem árt. Majd elátom a közepét. Közepén van gondolom egy kis keményebb mentacukor, amit én instant elrágtam. Egyébként nagyon-nagyon finom, ilyen olvadós cucc igazából, tök jó. Ez olyan ma van. De egy jó. Gondolom, mi kalcsi után szokták. Pannan, mennyi cucc van? Rengeteg. Ezt elszabogatjuk, és jövünk vissza. Na, a következő, az, ez az ital, de ezt félreteszem majd ahhoz a valamihez, amit bele kell tunkolni majd a meleg italba. Úgyhogy ezt ki fogjuk próbálni, csak ezt majd egyszerre a másik kekszes történettel. Na, következő, azt írja barátnőm, hogy az emberek vagy imádják, vagy utálják. Nincs köztes. Úgyhogy keressük meg a tökist. Ó, van még itt egyéb ajándék! Van még itt minden is. Úristenem! Úristenem!
Sziasztok is! Nagyon. Kicsit föltűnt a dobozt. Okay. Fries Turkish Delight. Hát hajrá, nézzük meg! Micsoda? Ez ilyen... Ja, fries! Oké. Okay. Ez valami kemény cucc. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Ha csoki, okay. Akkor... Csoki van rajta kívülről, az biztos. Már pozitív, az már pozitív. Az illata? Csoki illata. Puha. Én ezt imádni fogom, ugyanis zselé van benne, srácok. De lila zselé. Lol. De az íz az ilyen lila lesz. Lila zselé van benne. A zselészalom cukor lilata van. Úristen. Miért veszek mindenbe békénygyalók? Miért? Ez olyan jó lenne! Én ezt köszönöm, nem érzem. Én érzem. Milyen ízűnek kéne ennek lenni? Én ezt köszönöm, csak a csokit érzem. A állagra olyan, mint az otthoni zselés szaloncukor egyébként. Annyi különbsége, hogy nem fekete csokiban van, hanem tejcsokiban van. De egyébként ez ilyen totál ilyen zselés cucc. Csak lila benne a zselé. Az ilyen levendulás fos. Az arra, hogy Cadbury édesség. Azt írja, hogy exotik az íze, de nem tudok rájönni, milyen ízének kell lennie. Milyen ízűnek kell lennie? Tényleg van valami egy ilyen kis virágos... Igen, ez a... Íze. Nekem erről az első reakcióm a WC illatosító. Azt kell mondjam, hogy én ezt szeretem. Én szeretném, ha más lenne az íze. Mondjuk orange. Okay. Szóval... Mi vagyunk a tökéletes példa. Én szeretem, Róli utálja. Ennyi. Szerintem ez tök jó. Én ezt meg fogom enni. Ez nagyon jó. Pedig én nem vagyok oda a zselés szaloncukorért, mondjuk csak azért, mert az keserű csokiban van. De ez tök jó tud. Love it! Oké, okay. Kövi? Mi lesz az? Oké. Okay. Ezt Shirley soha nem kóstoltam. Az ausztrálok szeretik az ók, a tölgy tejet. Ez ók, mert nem ót, ez ók. Ók, ók, oké. Az ók, nem az ox. Epres, kávés, csokis vagy karamellás. Mind van benne egy. Van, mindegyik színű van egy. Oké, a csomagolása alapján van, csinálnak ilyen... Az az oak milk, ez szerintem... Ilyen milkshake-szerű valamit, gondolom. Ez a tej márkája. Ez a márkája annak szerintem a... Szerintem ez a márkája is, ez tej. Annak a milkshake-nek, szerintem. És ezek olyan ízűek, mint az. Azok a kis üvegek, ami ugye rajta van a csomagoláson is. Oké, okay. Én kipróbálom a... Strawberry-set, és egy kis ilyen tej... Üveg formájuk van az édességeknek. Kurva jól néznek ki. Na, próbálj is. Ez amikor a gumicukros csomagba, ilyen van az a fehér, nem átlátszó gumicukor. Aha. Annak pont olyan... Pont olyan ide van. Csak is. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon halovány. Lepkefing eper utó íze van. Inkább... A csokinak is éppen egy kis próból. Főként tej íze van. Nagyon-nagyon halvány csoki utó íze van, de egyébként finom, tök jó. Féltem, hogy nagyon-nagyon édes lesz, de egyáltalán nem édes. Ez nagyon jó cucc. Nagyon halványan édes. A csokisnak kicsit olyan Nesquik íze van. A fehér az... Bőlem, semmi. Karamell. Vagy kávé. Karamellnek van írva. Elmehetően 4 ízű. Az karamellás. Szerintem ez tök jó. Látok fogni.
Vanília, van. Vanília mál, mál, szóval inkább olyan. Mmm, oké. Okay. Nem rossz, azt kell mondjam, mert abszolút nem rossz. Igen, tényleg ez nem is karamellás, hanem ez a vaníliás maláta íze van. Ám, mert én a vaníliát nem érzem rajta, inkább a karamell az, amire engem emlékeztet. Ez nagyon jó tud. Kibontunk mindent, aztán két napig ezeket fogjuk zobálni, utána meg két napig feltrengünk a gyomorrontástól. Nagy lesz yeah, a pacé! Oké, okay, még egy klasszikus, cherry ripe. Cherry ripe, ah, ez meg a hú. Ez cseresznyés. Szerintem csokiban van. Van egy olyan érzésem. Ezt mindenféleképpen megfogom. Olyan gyomorrontásunk lesz, srácok, hogy az nagyon érdekes. Miért róla vagoltottam ki? Mert... Nem kapsz belőle. Aha, ez egy csoki szelet. Fekete csoki van. Mmm. Ami kókuszot megyes. Mmm. Oh. Mmm. Oh. Valami a megyet is imádom, a kókuszt is imádom. Soha nem próbáltam meg ezt a mixelni akárkör. Soha eszembe nem jutott volna, hogy megyes kókuszos csokit tegyek. Esküszöm. Nagyon jó. De ez nagyon jó. A csoki a külsején az elméletre fekete csoki, de nem az a brutál, keserű fekete csoki. Ez nagyon jó. Mm. Az állag olyan, mint a Bounty-nak, de nem olyan csömrédes egyébként. Ez jó cucc. Megeszed? Vagy majd? Ez szerintem majd. Annyiban nem van még a dobozban, hogy... Le akarunk mondani mindent! Egyszer biztos nem eszek meg mindent. Oké. Okay. Lumps! Ez Sördi kedvence, azt írja. Okay. Nagyon remélem, hogy nem vagy fura sörli ízlésen. De igen, de igen, mert ugye az ananász ízű csoki. Ananászos csoki gyerekek. Na ilyet se ettem még. Ezek ilyen kis falatkák. Csoki illata van. Oké, okay, a csoki... Még ehhez hasonlót sem. Az ráragadt a fogamra. Mindenhol is. Mm. Szerintem én még ehhez hasonlót sem jártam soha. Én sem. Az ananász az ilyen... Shirley, I love you. But this is fucking weird. No, it's awesome! This is weird as shit. Az első! Ha bárhozom, ez olyan fura. Nem ettem még ilyet. Fura, a igen, én is ezt mondom. Igen, a közepén az állag olyan, mint a rágóé, de elfogy, tehát elolvad, ahogy rágod. A... Ez olyan... A csoki az rálagad a fogadra. Hmm. Hmm. Nagyon érdekes. Mm. Nem rossz, de ez nagyon fura. Én nagyon szeretem az ananász, de ez nem tudom. Ez valahogy nem igazán emlékeztet az ananászra. Nem igazán van ananász íze. Nem, vagy kicsi enyhe van, de... Nem, majd megeszem. Nem rossz, de ez a fura. Nagyon fura. Hát nagyon fura. Még ezt hasonlót sem értem. Nope, én se. Én se. Ez nagyon fura. Ez tényleg nagyon fura. Hm. Yeah. Ez is el fog fogyni, az biztos. Filmnézés lesz, hogy valami ilyesmit sem megézni, tök jó lesz. Eddig a nagymama az, ami nem fogy el. Az biztos, hogy nem fogy el. A nagymamát ne vesszük meg. Oké, okay, a következő a Chicos. Az egy újabb ausztrál klasszikus. Azaz. Ez már most nagyon durva elmúlt ki. Oh my god! Gyerekek, ezt fogunk enni.
Jesus! Oké. Okay. Együnk ausztrál gyereket. Egész pontosan ausztrál kisfiúkat. Chewy chocolate flavored jelly babies. Hát, okay. ez egy nagyon mondi jelly baby. Az a durva, hogy én azt hittem, hogy ez csoki, de nem. Ez gumicukor, de csoki ízesítésű gumicukor gyerekformában. Miért? Ez nem jó. Csoki ízesítésű gumicukor. Ki csinál ilyen? Ez annyira pervers, tehát csoki kisfiúk. Szeresd. Csoki kisfiúk szopogatok, tehát most így... Én meg beleélek együtt. Egy csoki kisfiú szopogatóval élek együtt. Még te instant elrágtad, hogy legalább szopogatom előtte. Oké, beleragad a fogadba. Ez nagyon fura. Hm. Szerintem az nem olyan rossz, mint a nagyi. De meghagyjuk őket egymásnak. Oké. Okay. Ennek a résznek az összegzése az ausztrálok furák. Nagyit zippelnek fura lila kis rudacskákba, és utána kisfiúkat szopogatnak csoki ízesítésben. Tehát így, bocsi. Oké. Ez nagyon fura. Ez az. Bocsi. Megetted? Megettem. Oké. Okay. Szerintem ennyi volt egyébként a mai rész, srácok, ugyanis itt meg rengeteg cucc van. Ugye egy részben nem tudjuk őket belezippelni. Mi egyébként most fel fogjuk venni a következő részt is, úgyhogy mi megkóstolunk mindent, de nektek viszont várni kell majd egy hétig. Bucsi! De... És a következő hétben meg nem tudom, hogy ettétek, már megkóstoljuk az ausztrál sorát, a Vegemite-ot. Ez igazi, ez abszolút ausztrál klasszik. Amit egyébként mi ismerünk és szeretünk, de én ezt kanállal szoktam enni, én annyira szeretem. De tényleg ennyi volt már a srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Hogyha tetszett, amit láttatok, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Magátok a cukor. És ne felejtsétek el megnyomni a harangocskát a feliratkozásokon mellett, hogy értesítést kapjatok, amikor a következő videónkat feltöltjük, amit hetente 7-szer szoktunk. Emellett heti 5-ször szoktunk live-on a Twitch-en is, a beosztásokat megtaláljátok a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitchünkön, link a leírásban. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket! Sziasztok! Domtad a szövegalmát! Jó, bocsánat. Nem mondhatod, ha akarod. Nem, hogy nincs jól. Csak úgy belemegette aztán.